mindenkinek. Gyönyörű, szép, napfényes, jó reggelt kívánok! És nem is olyan rég, még nincs talán éppen elmúlt 12 órája, hogy befejeztük a Talmud Sávát traktátus 44-es lapját, és most már a 45-öst fogjuk kezdeni ma reggel. Azt szeretném kérni tőletek, hogy jelezzétek, hogy jó a hang, jó a kép, útnak indulhatunk, elkezdhetjük a tanulást. Mindenkit sok szeretettel köszöntök, jó reggelt kívánok Annának is, Évának is, és kérem, hogy írjátok meg ide a kommentek közé, hogyha jó a hang. A Sávát traktátus 44-es lapját fogjuk tanulni, és a mai nap még mindig a mukce törvényeivel fogunk foglalkozni. Ez így lesz még holnap, és talán még valamennyire holnap után is. És ha emlékeztek, akkor arról volt szó, említettük, hogy a mukce kapcsán vita van Rabbi Simon és Rabbi Yehuda között. Rabbi Yehuda a szigorúbb, aki azon az állásponton van, hogy tulajdonképpen bármi, amit nem készítettem elő, legalább fejben, ahogy ezt tegnap tanultuk, arra, hogy szombaton használjam, azt én egyben ezzel ki is zártam a szombati használatból, és ez a kizárás, ez maga az, ami mukcévé teszi az összes tárgyat valamilyen szinten, és ezért ezeket az eszközöket, ezeket a tárgyakat nem mozdíthatom el a helyükről szombaton. Rabbi Simon egy kicsit megengedőbb, sőt, lényegesen megengedőbb ezzel kapcsolatban, annyira megengedő, hogy a Talmud azt a kifejezést használja vele kapcsolatban, hogy Rabbi Simon, én mukce. Rabbi Simon szerint nincs is ilyen fogalom, hogy mukce. Ez nem azt jelenti, hogy tényleg nincs ilyen fogalom, hanem azt jelenti, hogy Rabbi Simon szerint nagyon szélsőségesen, nagyon határozottan kell, hogy elutasítsam és kizárjam egy adott eszköz használatát a szombati használat közül, szombati használatból, ahhoz, hogy ez valóban mukce legyen, és ne mozdíthassam el szombaton. Tegnap egy hosszú elemzést tartottunk azzal kapcsolatban, hogy Rávnak volt egy állítása. Ráv azt mondta, hogy ha egy ágyat kiválasztottunk arra, hogy azt, ott tartsuk a pénzünket az ágyon, akkor ezzel az ágyat, az ágynak a státuszát megváltoztattuk, és ez most már nem egy ágy, ami egy szombaton megengedett rendeltetésű eszköz lenne, hanem egy tiltott rendeltetési eszközzé válik, és hosszasan beszéltünk erről, hogy két fogalmat is elemeztünk tegnap. Az egyik fogalom volt a hazmana, ami a fejben való elválasztást jelenti, amikor valamit kiválasztok valamire, akkor kell-e cselekednem is ahhoz, hogy ez a dolog a kiválasztott identitását, kiválasztott státuszát megkapja, vagy elég csak fejben kiválasztanom azt a dolgot arra az adott rendeltetésre. És a másik téma pedig az volt, hogy migudi skaci, ami arról szólt, hogy ha valami szombaton, a szombat bejövetelekor egy adott rendeltetésre volt használva, és ez a rendeltetés ez egy szombaton tilos rendeltetés volt, mint például, hogy az ágyamon tartottam a pénzt a szombat bejövetelekor, akkor mivel a szombat bejövetelekor egy adott státusza volt annak az eszköznek vagy tárgynak, onnantól fogva olyan eszköz, onnantól fogva ezt a státuszt megtartja egész szombat alatt, még akkor is, hogyha esetleg a pénz már nincs rajta az ágyon. Ezekről a dolgokról beszéltünk tegnap, és végül is, ami most minket érdekel ebből, az a mai, ahhoz, hogy értsük a mai nap történetét, az az, hogy a Talmud arra a következtetésre jutott, hogy Ráv, akinek ez a tanítása volt az ágyjal kapcsolatban, amire a pénzt teszem rá, Ráv Rabbi Yehuda véleményét követi, tehát a szigorúbb véleményt követi a
mukce szabályainak tekintetében. És a Talmud ezt fogja most első körben próbálni tisztázni, különböző tanításokból, fennmaradt történetfoszlányokból, hogy valóban Ráv, de ugye Huda véleményét követi-e, vagy esetleg nem bizonyított egyértelműen, hogy Rabbi Yehuda véleményét követi. Tehát akkor a 45-ös lap tetején tartunk. Hohinami misztábra, de Ráv kerebi Yehuda szfire leida, mert Ráv a nichimnél álgábé dekelbe sábasz. Azt mondja, Talmud, jól is jön ki, egyezik ez az állítás, hogy Ráv Rabbi Yehuda véleményét követi, a következő tanítással, amit Ráv mondott. Amar Ráv ma nichin nérál gábé dekelbe sábasz, azt mondta Ráv, egy lámpást föl lehet akasztani a pálmafára szombaton, vagy pontosan már szombat előtt, de hogy szombaton ott legyen a pálmafa tetején a lámpás. De én ma nichin nérál gábé dekelbe jamtov. De ünnepen nem szabad, hogy ott legyen a lámpás a pálmafán. Ugye tisztázzuk, hogy miért kérdés az, hogy most lehet-e a pálmafán a lámpás, vagy sem. Ugye ez azért kérdés, mert ugye szombaton az egyik tilalom, ahogy már többször beszéltünk róla, a szántás. Az egyik munkatilalom, az egyik munkavégzési tilalom. A szántáshoz tulajdonképpen az, amikor egy növényt, mi a szántás lényege? Amikor a növényt a gyökerétől elszakítok. Vagy kiszakítok a földbe, kiszakítok a földbe gyökerestől. Mivel a szántás tilos, ezért, és ez a szántásnak a lényege, ezért bármit, ami a földből kinő, az tilos letépnem szombaton. Hát, hogyha mondjuk van egy pálmafám, akkor a pálmafának az ágát tilos letörnöm, vagy tilos letépnem egy almát a fáról. És a rabbik azt mondták, hogy mivel tilos letépnem valamit a fáról, ezért tilos fára másznom szombaton, mert amikor az ember a fára mászik, akkor óhatatlanul is le fogja törni a fának egyes ágait. Most mivel tilos fára másznom szombaton, ezért egy olyan dolgot ne tegyek föl a... ugye, és ez a tilalom elnézést, ez a tilalom, tehát a fára mászás tilalma, illetve a növények egyes részeinek letépésének tilalma, az nem csak szombatra vonatkozik természetesen, hanem ugyanúgy vonatkozik Jom Tovra, ünnepre. Most ugye, mivel tilos letépnem egy növényt, vagy letörnöm egy ágat, ezért olyasmit ne tegyek föl egy fára, ami engem arra késztetne, hogy megfeledkezzek magamról, és fölmásszak a fára, és ezt, akkor megszegjem ezt a tilalmat. És a következő a törvény, amit itt Ráv mond, azt mondja, egy lámpást szombatra fel lehet tenni a pálmafára, mivel szombaton a lámpást fel lehet tenni szombaton, de nem lehet föltenni Jom Tovkor a fára. Miért? A szombaton biztos, hogy nem mennék föl, hogy a lámpást levegyem a fáról, mert szombaton tilos vinni hozni a lámpást, míg Jom Tovkor lehet, hogy megfeledkeznék magamról, és fölmásznék a fára, és levenném a fáról a lámpást, és ezzel letörném a lámpásnak az ágait. Most ezt mondja rá, és ezzel mondja rá, hogy szombaton fönt lehet hagyni a lámpást a pálmafá ágán, de Jom Tovkor nem lehet fölhagyni a pálmafá ágán a lámpást. Most. Azt kérdezi, azt mondja a Talmud, Ia Márta Bislém a Dráv, Kerebi Hudas Filelé, Hájnin de Sani, Ben Sábesz Liamta. Ele Ia Márta Kerebi Simon Filelé, Máusli Sábesz Máli Jamta. Azt mondja a Talmud, hogyha Ráv, Rabbi Huda véleményét követi, akkor értjük, hogy miért mondja azt, hogy ünnepen tilos fönt hagyni a lámpást.
tilos felhagyni a lámpást a pálmafán, azért, mert a lámpás mukce szombaton, nem mukce ünnepen, és ezért ünnepen, amikor nem mukce a lámpás, akkor tartok tőle, esetleg fölmásznék a fára, és letörném a fának az ágait. De ha Ráv, az nem Ráv Jehuda véleményét követi, hanem Simon véleményét követi, és Ráv Simon azon az állásponton van, hogy a lámpás így se úgy se mukce, azok után, hogy a lámpás már kiégett, akkor már el lehetne mozdítani, akkor mi a különbség a szombat és az ünnepnap között? Szombaton is tilos lenne, hogy fönt hagyjam a lámpást, mert ugyanúgy, mivel nem mukce szombaton, megfeledkeznék magamról, és fölmásznék a fára, és ezzel letörném a fának az ágait. Akkor ebből az esetből látjuk, hogy rá valóban Rabbi Yehuda véleményét követi. Oké, erre a Talmud azt mondja, jó, de van egy másik eset. És ebből a másik esetből lehet, hogy egy ellentétes következtetést tudok levonni. Mert Ráv kerem Yehuda szféle léve habba, uminéd Ráv máu letal túl és ragade hanukusza mi kamecha borébe sabata. Következő kérdést tették fel egyszer Rávnak. Szabad-e szombaton behozni a hanuka gyertyát az ajtófélfát, a külső ajtófélfától, tartva a zoroasztista papoktól. Ugye a zoroasztizmus, ez egy ugye perzsa vallás, ahogy most utána néztem, őszintén megmondom, nem voltam egy közel ismerője ennek a vallásnak, csak a készülve az órára utána néztem, és ezeknek valamilyen mód, ez a jól tudom, mai napig létező vallás, és ezeknek valamilyen módon komoly fenntartásaik, vagy viszonyuk van a tűzzel. És ezért a talmudi időkben valahogy nem kedvelték a hanuka lángot, mert nem értem pontosan, mi volt a problémájuk, de mindenképpen a tűz meg a láng az izgalomba hozta őket, és amikor a zsidók meggyújtották a hanuka gyertyákat, és a hanuka gyertyákat, ahogy korábban tanultuk, azt ki kell rakni az ajtófélfára, és ott kell hirdetni a csodát a hanuka lángokkal, ők ezt másképp értelmezték, és mindenféle kellemetlen következményei voltak, akár életveszélyes helyzeteket is teremthetett az, hogyha valaki kint hagyta a hanuka gyertyáját. Csak az a kérdés az volt Ráfhoz, ugye ebben az időben mit csináltak, bocsánat még a kérdés előtt, azért, hogy elkerüljék ezeknek a rossz indulatát, ezért kirakták a gyertyát, hogy teljesítsék a rabbik kötelességét, hogy a gyertyákat azt a külső ajtófélfánál kell meggyújtani, de miután egy pár percig kim voltak, utána behozták a gyertyát. És a kérdés az az volt, hogy a péntek este meggyújtott hanukai gyertyát, a szabad-e így behozni? Ezt kérdezték Ráftól. És mit mondott nekik erre Ráv? Van már lejú, sápír domi? Azt mondta Ráv, hogy igen, be lehet hozni a gyertyát péntek este. Mit látok ebből? Hogy elvileg Ráv mégiscsak akkor megengedő volt a mukce kapcsán, mert Rávi Huda azt mondaná, hogy egy gyertyát, miután kiégett a gyertya, utána se lehet elmozdítani a helyéről, már a mécsest magát, nem lehet elmozdítani a helyéről szombaton. És itt Ráv mégiscsak megengedte, hogy a hanuka gyertyát visszavigyék, bevigyék a házba, és elmozdítsák a helyéről. Én azt mondja, a Talmud, sászat hák sajni, de ha amru lérav káhánvre vásle Ráv, hachi hilchasza. Azt mondja, a Talmud, ne, ezt az esetet ezt nem hozhatod fel ellenpéldaként, ebből még nem következik semmi, mert az, hogy Ráv megengedte ebben a kivételes esetben, amikor veszélyt jelentheted, hogy kint maradjon a mécses, ez nem azt jelenti, hogy ő általában megengedő volt a mukce kapcsán, hanem lehet, hogy csak azért, mert ez egy veszélyhelyzet volt. És egy vészhelyzetben azt tanították Nafkahani, Rav Ashi és Ráv, Kedájú Rabbi Simon, Lismechalabbe Sászat Hág, hogy Rabbi Simon, aki megengedő, még akkor is, ha nem értünk vele egyet, azért a véleménye arra elég jó, hogyha vészhelyzet van, vagy veszélyes helyzetnek akár a legkisebb esélye megvan, akkor hagyatkozzunk az ő megengedő véleményére, és ezért engedte meg rá, hogy behozzuk a gyertyát, nem pedig azért, mert valóban megengedő volt a mukce kapcsán.
És ugye akkor most még mindig Rabbi Simon véleményével kapcsolatban, vagy Rabbi Simonnal foglalkozunk, és miután bebizonyítottuk, hogy Ráv nem Rabbi Simon véleményét követi, hanem Rabbi Huda véleményét követi, most még jobban ráfókuszálunk Rabbi Simonra, és az lesz a kérdés, hogy Rabbi Simon egyáltalán mikor tekint valamit mukcének. Ugye még egyszer, a mukce az az, amit a szombati használattól a szombati használatból kizártam. Ugye miért zártam ki? Számos oka lehet annak, hogy miért zártam ki. Azért, mert a rendeltetése az a szombatra, szombaton tilos rendeltetés lenne, tipikus példának a ceruza, amivel szombaton nem lehet írni, és ezért azt kizártam a használatból fejben is, mert ugye szombaton nem lehet írni. Akkor mivel kizártam a használatból, ezzel nem is lehet mozgatni szombaton. Ez a mukcének a törvénye. Most aki, aki szigorúbb a mukcével kapcsolatban, az azt mondja, hogy bármi, amit nem készítettem egyértelműen elő a szombati használatra, az automatikusan azáltal, hogy nem készítettem elő, már ki is lett zárva a szombati használatból. Rabbi Simon, ő megengedőbb a mukcével kapcsolatban, és azért azt mondja, hogy amit nem zártam ki egyértelműen a szombati használatból, az nincs kizárva a szombati használatból. Tehát nem, pont fordítva, nem elő kell készíteni a szombati használatra arra, hogy ahhoz, hogy használhassam szombaton, vagy mozgathassam szombaton, pont fordítva, elég, hogy nem zártam ki közvetlenül és egyértelműen. És a kérdés az az lesz, hogy mennyire kell egyértelműen kizárnom valamit a szombati használatból ahhoz, hogy mukce legyen Rabbi Simon szerint. Bau minél és lakis, mert Rabbi Yochanan hitim se zram be kárkó bejcim se tahasztani göj lesz máhu. Azt kérdezte Rabbi Simon és lakis Rabbi Yochanantól. Mond, Rabbi Simon véleménye szerint például a búza magok, amiket elvetettem szombat előtt, vagy a tojás, amit beraktam a tyúk alá még szombat előtt. Ugye mind a két esetben miről van szó? Mind a két eset az étel. Az étellel kapcsolatban azt mondtuk, hogy alapból az étel az a nulladik kategória. Ha megnézitek a két nappal ezelőtti előadást, ahol végigvettük a mukcének a különböző szintjeit, akkor az étel, ital, könyv, ezek a nulladik kategória, amit bármikor lehet mozgatni, mert a rendeltetése az teljesen megengedett. Szombaton lehet enni, inni, lehet olvasni. A kérdés az az, hogy viszont ha egy ételt, mint például a búzamag, vagy a tojás, én elválasztottam a normál rendeltetésétől még szombat előtt, és kizártam a szombati használatból, mert elvetettem a földbe, vagy mert beraktam a tyúk alá, akkor ezzel Rabbi Simon elismeri-e, hogy ez már egy elég erős leválasztás a szombati használatról ahhoz, hogy elismerje, hogy ezek mukcék. Héha, ki lész léde Rabbi Simon mukce, amikor azt mondjuk, hogy Rabbi Simon nem ért egyet a mukcével, szerintem nincs ilyen fogalom, vagy csak nagyon szélsőséges esetben van ilyen fogalom, hogy mukce, akkor héha de loj dachébél daim, akkor ez csak akkor mondja, amikor nem egyértelműen leválasztottam az adott eszközt vagy tárgyat a szombati használatból, de amikor egyértelműen leválasztottam, mint például ezekben az esetekben, akkor egyetért, hogy van mukce, hogy Dilma Lajsna, vagy lehet, hogy Rabbi Simon még megengedőbb, és azt mondja, hogy még ha egyértelműen kézzel is leválasztottam a szombati használatról, mint például az elvetett mag, vagy a tyúk alá berakott tojás, még akkor sem számít mukcének. Miért? Mert maga a tárgy, amiről beszélünk, az a eszenciájánál fogva, a lényegénél fogva nem mukce, mert ételről van szó. Amelé, én mukce, Rabbi Simon, erre semmi sem menné, és a sahudaile. Erre a kérdésre Rabbi Yochanan következő választ adta, azt mondta, nem. Rabbi Simon annyira szélsőségesen megengedő, hogy szerinte nincs ilyen fogalom, hogy mukce egyáltalán. Egyetlen kivétel Semensebennél ez a gyertya, vagy a mécsesben található olaj, sebe sarsogú dajlék, hogy ameddig ég a gyertya, ameddig ég a mécses, addig a mécsesben levő olaj az mukcévé válik. Hoil ve hukcane mitzvaszaj, mivel egyrészt a micva miatt ez félre lett
téve a fejemben, el lett választva a szombati használattól, ugye mi a micva, amivel leválasztottam, ugye tudtam, hogy ezt a gyertyát, ezt a mécsest én péntek esti gyertyaként megnyújtottam. Akkor eleve a fejemben az volt, hogy ezt az olajat már nem fogom használni másra szombaton. Ez az egyik. A másik pedig, hogy közben ég is a gyertya. Ami egy, ugye, ha elvennék a gyertyának az olajából, akkor azzal hamarabb kialudna a gyertya, tehát közvetetten eloltanám a gyertyát. Akkor itt két dolog is van, ami miatt a fejemben, a tudatomban kizártam ezt a péntekesti gyertyát, mécsest a szombati használatban. Egyrészt, mert egy micvára elkülönítettem. Másrészt azért, mert elkülönítettem a fejemben, mert itt egy tilalom is lenne, hogyha kivenném az olajat, akkor ezzel közvetetten kioltanám a gyertyát. Akkor ezt mondja, ez mind, ha mind a kettő leválasztás ott van, akkor ez az, ami valamit mukcévé tesz. De ha ennél kevesebbről beszélünk, mint például az elvetett mag, vagy a tyúk alá berakott tojás, akkor az még nem számít mukcének. De lészlej hukcele micvasszaj? Mert azt kérdezi a Talmud, oké, akkor ezek szerint Rabbi Simon annyira megengedő, hogy csak az számít mukcének szerinte, ami nem csak, hogy a micva miatt lett leválasztva a használatból, ugye, hogy mondjuk péntek esti gyertyaként a micva miatt azt mondtam, hogy ez csak a micvára fogom használni a péntek esti gyertyára, és azért leválasztódott a fejemben, a tudatommal leválasztottam bármi más szombati használatról, hanem még hozzájön még valami, hogy amúgy a gyertya meg még ég. És ha csak ez a két dolog van együtt, akkor számít mukcének a mukce. Ezek szerint, ha csak egy lenne, ha például csak a micva lenne, de már nem égne a gyertya, akkor Rabbi Simon nem értene egyet azzal, hogy ez mukce. Igen, ám csak találunk ezzel szemben egy ellentétes esetet. Hatánya szikahakki hilhassa, vi itra be kramimis dinimicu jani, talaba egaizim afeszakim, és kénim rimaini vápikesem, a navim a terüsesi bajni, jénes manimis lasszis, asszuli sztápim álmece jantöb, vi im hiszna a lejem, akkor le fitnaj. Azt mondja, talán azt tanuljuk, hogy a sátorban, sátoros ünnepen, ugye a sátoros ünnep, szukesz, ilyenkor építünk egy sátrat a szabadban, egy lomsátrat, és a lombsátrat, a szükét feldíszítjük mindenféle díszítéssel. Ezek a díszítések, ezek nagyon gyakran mogyoró, dió, szőlő, különböző élelmiszerek, gyümölcsök, barack, és így tovább, amiket itt a Brájta említ. Azt mondja, a Brájta, hogyha én ezt a sátorra földíszítettem ezekkel a gyümölcsökkel, akkor ezekből a gyümölcsökből nem ehetek egészen az ünnep végéig. Akkor mit látok ebből? Hogy ez tipikusan miért nem ehetek belőle? Ez étel. Az étel ugye a nulladik kategória, ami nem számít mukcének. Itt miért nem ehetek belőle mégsem? Szóval azért, mert hukcele micvaszaj? Mert a micva miatt ezt a fejemben leválasztottam, én azt mondtam, mostantól ez a szőlő nem szőlő, hanem egy díszítés a sátornak. A sátor az egy micva, és az most ennek szenteltem ezt a szőlőt, és ezért a fejemben leválasztottam a tipikus használatáról a szőlőt. Akkor ha csak ki nem kötöttem eleve, hogy lehet, hogy majd közben fogom dézsmálni a szőlőt, akkor ez a szőlő mukcévé vált. Azt mondja a Talmud, oké. De és akkor itt mindenképp mit látok, hogy elég egy feltétel. Nem kell, hogy legyen még egy feltétel ahhoz, hogy mukcévé váljon az a szőlő. Az előbb meg azt mondtuk, hogy Rabbi Simon szerint két feltétel kell, hogy legyen. Azt mondtam, hogy oké, de honnan tudom, hogy ez a brájt, amit most olvastunk a sátoros ünnep díszítésével kapcsolatban, az Rabbi Simon szerinti brájta. Lehet, hogy ez valaki másnak a tanítása volt. Azt mondtam, hogy nem, egyértelmű, hogy tudjuk, hogy ez Rabbi Simon véleménye. Miért de tanni, Rabbi Chia bár Jézsef kemény, de Rabbi Jaichanan, én nőtt lényegyszer, mert a szukba jamtav, elemin a szalmukla, Rabbi Simon Mátir, savim beszukász a hagbe hagsi, a szúra mi miszna a leáka lefitnaj.
Szóval a Talmud van egy másik sátor, amivel kapcsolatban egyértelmű Rab Simon tanítása. Azt mondja, van egy sima lombsátor, egy árnyékoló sátor. Ami ugyanúgy néz ki, mint egy ünnepi sátor, a szükeszi sátor. Mondjuk Pészakkor, már jó tavaszi idő van, kimegyünk ebbe a lombsátorba. Pészakkor, ugye ünnepen szabad főzni, szabad tüzet, ha nem is gyújtani, de táplálni a tüzet. Levehetek-e a sátor tetejéből, a lombjából, hogy azt a tűz táplálására használjon a kemencében. Azt mondja, a Talmud, hogy a bölcsek azt mondták, nem. Miért? Mert ez egy mukcep, és mert az én fejemben ez nem tűzifaként volt elkönyvelve, amikor bejött az ünnep, hanem a sátor lombjaként, árnyékolójaként, és ezért nem lehet kirakni, nem lehet levenni és berakni a kemencébe. Rabbi Simon ezt megengedi, de folytatja a brájta, hogy Rabbi Simon is egyetért, hogyha ez nem egy sima sátor, hanem a sátoros ünnepnek a sátra, akkor nem lehet levenni belőle, mert ott a micva része a lomb, és a micva miatt az én fejemben már úgy könyveltem el, hogy ez a sátornak a lombja lesz, és nem pedig tűzifa. Mit látok ebből? Hogy Rabbi Simon egyértelműen mondja, hogy itt egy feltétel volt, egy oka volt annak, hogy miért választottam le a fejemben az ünnepi használatra a dolgot, és ez már elég ahhoz, hogy ez ettől mükce legyen. Azt mondja erre a Talmud, ke én sem menseben nélkám rinna, hogy érde a hokcene, mit szó, azt a hokcene is szóra, azt mondja, a Talmud jogos. Rabbi Yochanan, amikor azt mondta, hogy Rabbi Simon szerint két feltétel kell, hogy legyen ahhoz, hogy valami mukce legyen. Egyrészt a micva, másrészt az iszur. Ugye a gyertyánál egyrészt, hogy a gyertya az egy a szombati micva része, hogy péntek esti gyertyakért megnyújtottam. Másrészt, hogy még ég maga a gyertya, és rá elvennék az olajból, akkor közvetetten kioltanám a tüzet. Nem úgy értette ezt, hogy tényleg két feltétel kell, hogy legyen, hanem úgy értette, hogy ha már van egy feltétel, a micva miatt a fejemben leválasztottam a normál hétköznapi használatról, akkor automatikusan jön a második feltétel is. Magyarul egy kicsit a megfogalmazást kell javítani, és való igaz, hogy a Rabbi Simon szerint, akkor ezek szerint mégsem ennyire megengedő Rabbi Simon, hanem elég, hogyha csak a micva miatt leválasztottam a fejemben a normál használatról, ez már elég ahhoz, hogy mukcének tekintsük. Itt már nem, mi amarebi hia barába, amarebi jöjjönön, én mukce Rabbi Simon, ennek én semmisében él. Ahogy egy másik helyen konkrétan is tanultuk, Rabbi Yochanan azt mondta, Rabbi Simon szerint a mukce az csak olyan esetben mukce, mint a péntek este égő gyertyának az olaja, aminél hajlve hukcene, mit szvasszaj hukcene is szóval, aminél mivel a micve miatt leválasztottam a fejemben a használatról, ezért hozzájön még az égés miatti leválasztás is. De ez nem egy előfeltétel, a második feltétel, hanem csak egy plusz, ami még hozzájön. Az előfeltétel, az első feltétel az elég. Szerintem, hogyha a micva miatt leválasztottam a használatról a fejemben, akkor ezáltal már mukce lett. Jó, akkor ezzel tisztáztuk az egyik esetét a mukcének, ami még Rabbi Simon szerint is mukce. Minden olyan dolog, amit egy micvának szenteltem, egy micva használatára szenteltem még az ünnepe bejövetelekor, akkor az már a fejemben a micva része, és ezért ezt nem fogom sem másra használni, ezért később az ünnep vagy a szombat alatt nem kezdhetem el valami másra használni, ez mukce még Rabbi Simon, a megengedőbb Rabbi Simon szerint is. A következőkben a Talmud egy másik esetet fog tisztázni, ahol ugyancsak még a megengedő Rabbi Simon is azt mondja, hogy az adott dolog mukce. Amár Rabbi Yehuda, Amár Rabbi Shmuel, én mukce Rabbi Simon, ele greiges veci mukem bilvad. Shmuel azt tanította, hogy Rabbi Simon szerint a szárított füge datoja és a szárított mazsola, azok mukce. Miért?
abban az időben, legalábbis itt a kommentárok ezt mondják, nem értek gasztronómiailag ez a témához, de azt mondják a kommentárok, hogy hogy készül a szárított füge és, vagy legalábbis az ókorban, hogy készült a szárított füge és mazsola. Fölrakták a háztetőre, kiterítették a szöllőt és a datolját, vagy a fügét, a nap pedig elkezdte kiszárítani. És itt volt egy olyan idősáv a szárítás folyamán, amikor ehetetlenné válik, amikor megrohadt, gondolom, a szöllő és a fügedatoja. És egy későbbi fázisban, amikor még tovább süti a nap, akkor pedig kiszárad, és akkor megint ehetővé válik. Most itt Rabbi Simon is egyet fog érteni, hogy mivel itt van egy olyan beláthatatlan, vagy megjósolhatatlan hosszúságú idősáv, amikor a dolog ehetetlen, ezért a fejemben ezt valóban kizártam a szombati használatból, és ezért még akkor is, a közben gyorsabban vagy erősebben sütött a nap, mint hogy számítottam rá, és kiderült, hogy közben már megint ehetővé vált a füge, meg a tatolya, vagy a mazsola, mert már annyira kiszáradt, hiába az én fejemben én nem tudtam, ez nem rajtam múlik, én nem tudtam, hogy mikor fog ez eléggé kiszáradni, és azért amikor bejött a szombat, még ehetetlen volt, vagy arra számítottam, hogy ehetetlen lesz a háztetőre kirakott füge, datolja vagy szőlő, akkor az ezzel már mukcévé vált. De akkor itt van egy olyan feltétel, hogy mivel hiába ételről van szó, és az ételnél azt mondtuk, hogy az ugye alapból nem mukce, de mivel tudtam, amikor bejött a szombat, hogy itt lesz egy olyan egy beláthatatlan hosszúsági időpillanat, egy hosszú pillanat, egy idősáv, amikor ez nem lesz fogyasztásra alkalmas, akkor ezzel már mukcévé vált az adott dolog. Azt kérdezi a Talmud, Midach Rinalaj, tényleg ez csak a fügére és a mazsolára vonatkozik? De hatánya, a következőt tanultuk egy másik helyen. Olyan, hogy ha te én, ha hiszével, hello, legalább látsz, azt nem görögez. Ha valaki evett fügét, és utána fölvitte a tetőre, hogy szárított fügét csináljon belőle, bár novimbe hajszélve hellele gág, látsz milyen cimukin, vagy evett szöllőt, és aztán fölvitte a maradékot a tetőre, hogy kiszárítsa, hogy csináljon bele mazsolát, lajajjál átse jászmin, akkor nem ehet belőle szombaton, egészen csak akkor, ha kikötötte, hogy fog belőle enni. Ugye az előbb említett törvény miatt. De, folytatja a brájta, ve hénát ajmáfra kiszin, ve havusin, ve sárkol miné pérez. És ugyanez a szabály a barackkal, az almával, és minden más gyümölcsel is. És ugye akkor ebből mit látok? Hogy olyan gyümölcsöknél is, mint a barack, ahol nincs egy ilyen átmeneti idősáv, amikor ehetetlenné válik a gyümölcs, még a baracknál is önmagában az, hogy fölvittem a tetőre, hogy kiszárítsam, az már elég ahhoz, hogy mukce legyen. Azt mondja a Talmud, okay, de honnan tudom, hogy ez Rabbi Simon? Lehet, hogy ez a Bright, ez nem Rabbi Simon véleményét, aki megengedőbb, nem a megengedőbb Rabbi Simon véleményét tükrözi, hanem a szigorúbb Rabbi Yehuda véleményét. Mani. Illém a Rabbi Yehuda, umá héchad a löj dachébe a dájim. Iszlém mukce, héchad dachébe a dájim löj kölyösek. Ez biztos, hogy nem Rabbi Yehuda véleménye, mert Rabbi Yehudának nem kéne ennyire szélsőséges eset ahhoz, hogy azt mondja, hogy az adott dolog mukce. Hiszen a Júda azt mondja, hogy még akkor is, hogyha nem cselekvéssel választottam le a szombati használatot, hogy fölviszem a tetőre kiszállítani, mert egyszerűen csak valamire nem gondoltam, hogy fogom használni szombaton, az már mukcévé teszi ezt a dolgot, akkor itt az egész értelmezhetetlen lenne a Júda szerint, mert már rég mukce az az adott dolog. Akkor kénytelen vagyok azt mondani, hogy ez a Bright, ez a Simon véleménye. És a Simon itt mégis még azoknál a gyümölcsöknél is azt mondja, hogy mukcévé válnak, ahol nincs az a köztes idősáv, amelyikben az a gyümölcs az ehetetlenné válik. Azt mondja, a Talmud leilam, Rabbi Yehuda, ve öichel, iczlichi le, szálkadájtok a mindenkiben, de akka achil, ve azil, leili bajázma, nekem másmallan, kíván de helen a gága, szuchi a szájk, le dájtok minájuk. Azt mondja, a Talmud nem. Még mindig mondhatjuk mégiscsak, hogy ez a Brájta, Rabbi Yehuda véleménye.
szerint volt megfogalmazva. Miért volt szükség arra, vagy miért van szükség arra Rabbi Huda szerint, ha Rabbi Huda amúgy annyira szigorú a mukcével kapcsolatban, hogy csak azt tekinti nem mukcének, amit eleve kiválasztottam előre szombati használatra, akkor ebben az esetben miért kell odáig elmenni, hogy fölvigyem a padlás, fölvigyem a tetőre szállítás céljából, ahhoz, hogy azt mondjam, hogy az adott dolog mukce. Azt mondja a Talmud, azért, mert itt ételről van szó, és mivel ezt már elkezdtem enni, elkezdtem fogyasztani ezeket a gyümölcsöket, akkor azt gondolhatnám, hogy innentől fogva ez nem tud mukcévé válni, mert ez már teljesen nem elég, hogy ételről van szó, már fogyasztottam is belőle. És ezért mondja Rabbi Huda, hogy de ha ez igaz, de hogyha fölvittem a tetőn, és ezzel cselekvően újra elvettem tőle az élelmiszer, fogyasztható élelmiszer státuszt, akkor ezzel mégiscsak mukcévé válik. Oké, a Talmud most megint folytatja, és egy másik oldalról is megvilágítja Rabbi Simon, a megengedőbb Rabbi Simon véleményét. Ba minél Rabbi Simon bár Rebi, mi Rebi? Megkérdezte egy névrokon Rabbi Simon, Rebi fia, Rebitől, ez nem ugyanaz a Rabbi Simon, mint akiről szó van. Szóval megkérdezte, Pcalei Temara, le Rabbi Simon Mahu. Mi a helyzet a megengedő, engedékeny Rabbi Simon szerint, mi a helyzet a éretlen datójával? Ugye a datóját leszették a fáról éretlenül, és utána berakták egy kosárba. És ahol hagyták, hogy a kosárban érjen meg a datója. Most ugye akkor ebben az esetben a kosárba gyűjtött éretlen datója az Rabbi Simon szerint mukcének számít-e. Ugye nem lehet fogyasztásra alkalmatlan. Akkor hasonlít a tetőre fölvitt mazsolasz szárítás céljából tetőre fölvitt szőlőhöz. Amelé, én mükszerelem is simul elegre, igaz, hogy címmukkén bilvább. Azt mondja erre, Rebi, nem, Rebi Simon szerint ez nem lenne mukce, mert ez nem hasonlít a szárított fügéhez és a szárított mazsolához, mert az ő esetükben nem elég, hogy ehetetlenek, hanem én konkrétan saját magam tettem ehetetlenni őket. Szerintem itt volt egy cselekvés része is. És ezért mondta, hogy mukce. De valami csak önmagában ehetetlen, de nem én tettem ehetetlenni, mint a még éretlen füge, még éretlen datolja a kosárban, akkor az nem számítana mukcének. De Rebi Lészlei mukce. Most ugye ebből a párbeszédből úgy tűnik, hogy a Rebi volt az, aki ezt mondta Rebi Simon kapcsán, hogy Rebi Simon szerint a mukce csak ebben a szélsőséges esetben van, amikor nem elég, hogy ehetetlen a gyümölcs, hanem én tettem ehetetlenni. Most akkor ezek szerint most itt a Talmud úgy érti, hogy Rebi egyet is ért Rebi Simonnal. És ezen fog elcsodálkozni a Talmud. De Rebi lészlém mukce, ve hatnán én máském is egy háninam mit barjajsz, ahol máském is egy hátinam bájszíjesz. De tánya élőhén a következőt tanultuk. Ugye egy állat, egy házi állat, az mukce. Kérdés az, hogy ünnepen mukce egy házi állat. Ugye ünnepen le lehetne vágni az állatot, és meg lehetne enni. Ugye ünnepen lehet, szombattal ellentétben, ugye ünnepen lehet főzni. Akkor a kérdés az, hogy hát akkor ünnepen a háziállat mégsem mukce, de attól függ, milyen háziállat. Ha ez egy háziállat, akkor az nem mukce ünnepen, de hogyha ez egy olyan háziállat, ami egy legelő,
hogy lenne erre, mi lenne a jó kifejezés erre, egy olyan legelő házi állat, amelyik hosszan van távol, nem tér minden nap vissza az olba, akkor az mégis mukce jom tavkor, mivel nem volt itt az olban, nem volt a ház körül az ünnepben, jöhet el, akkor az nem számítottam rá, egyszer csak visszajön. És hogy nem számítottam rá, egyszer csak visszajön, akkor ezek szerint a fejemben ez le volt választva az ünnepi használatról, és ezért mukce. És ezt tanítja itt a Brájta. Én máském is, hogy hánitin, amit barjössz, nem lehet itatni, vagy levágni a sivatagi a sivatagi barmokat. Itt a másképp is, hogy hát én a bájti ez, de az otthoni, a házi barmokat, azokat igen. Rögtön tisztázzuk, hogy tánya élőhén mit bari ez, mi számít sivatagi baromnak, kolsi jöjjtsz be Pészák, amelyik tavasszal kimegy legelni, venik naszasz bele via, és csak ősszel tér vissza. És addig a pásztor megy vele, és mennek a szabadban. De nem tér minden este vissza az olba. Bájtjössz, mi számít házi állatnak? Kolsia jöjtsz lett húztatthum, bajsz vele annais beszélhethum, amelyik minden nap kimegy legelni, de minden este visszatér az olba. De bírjöjjön, élő bájtjössz, Rebi az ennél szigorúbb, és azt mondja, mind a kettő, vagy megengedőbb, és mind azt mondja, mind a kettő az házi állatnak számít, és ezért lehet szombaton levágni, vagy szombaton etetni, itatni. Mi számít sivataginak? Hol sem rajz be áfor, ve én nich nasz li isu, vlejbe mész a chámbe, azok az állatok, azok a barmok, amelyek soha nem térnek vissza az oldban, még ősszel sem. Most ebből mit látok? Hogy bárhogy is értelmezze Rebi azt, hogy mi számít sivatagi házi állatnak, és mi számít otthoni házi állatnak, azzal mindenképp egyetért, hogy van egy olyan típusú házi állat, amelyik mukce. Én Rebi Simon viszont, aki megengedőbb, ő nem ért ezzel egyet, ő azt mondaná, hogy nincs ilyen típusú házi állat. Akkor hogyan lehet, hogy előbb úgy láttuk, úgy értelmeztük, hogy Rebi Simon véleményét követi? Azt mondja, Talmud erre három választ fog adni. Az első válasz az lesz, hogy amikor Ibai Seima Hani Namikig Röjszveci Mukin Damjan, az első válasz az az, hogy de Simon is egyetértene, hogy a sivatagi házi állat az olyan, mint a háztetőre fölvitt mazsola vagy füge. Miért? Mert itt is nem egyszerűen arról van szó, hogy messze volt a házi állat, amikor bejött az ünnep, mint ugye ami a megfelelője lenne a mazsolánál annak, hogy a mazsola ehetetlen, hanem arról is szó van, hogy komoly erőfeszítés lett volna behozni kintről, a legelőről a házi állatot, akkor az a kettes feltétel, ugyanúgy, mint a mazsolánál nem elég, hogy ehetetlen, hanem cselekvően tette ehetetlenné, akkor ez az első vélemény, és akkor így mégiscsak ki tud jönni, hogy Rebi tanítása egyezik Rebi Simonnal. Vibai szémület varav Rebi Simon kamerlej, vagy löjszfirelej. Az is lehetséges, hogy igaz, hogy Rebi válaszolt Rebi Simon véleményét, értelmezte, de nem azt jelenti, hogy Rebi Simonnal értett egyet? És akkor megint csak jók vagyunk. Vibai szémület ledi vrejem de rabbanan kamerlejú. Vagy pedig ebben az ellen példaként felhozott Brájtában nem Rebi a saját véleményét mondta, amikor értelmezte, hogy melyik állat, melyik házi állat számít sivatagi házi állatnak, és melyik számít házi állatnak, az akkor nem a saját véleményéről beszélt, mert ő szerinte egyik sem számítana mukcének, hanem a bölcsek véleménye szerint. Azt mondta, én szerintem egyik házi állat sem mukce, de szerintetek, akik szerint a házi állat mukce, és különbséget tesztek a házi állat és a sivatagi házi állat között, akkor a kategóriák értelmezésében nem értek veletek egyet.
Okay. Amara babara bhana, amara bhanan, amru aloha kerabi simon. Mi mindig Rabbi Simonnál tartunk, miután tisztáztuk a különböző szempontokat, hogy Rabbi Simon engedékenysége a mukcével kapcsolatban az mire, mi mindenre tér ki. Azt mondta Rabbi Hanna, Rabbi Yochanan egyszer azt tanította, azt mondták a tanházban, hogy a halacha az Rabbi Simont követi, és megengedők lehetünk a mukce kapcsán. Mi amár Rabbi Yochanan hachi? Ha baminé a 20 száva krúja, vagy amrülé és szrúja, mire bíjéhanan, kínosra után még gőj lesz mauletil túlébe sábesz. Szóval akkor ezek szerint Rabbi Yochanan azon a véleményen van, hogy a halacha Rabbi Simont követi, és engedékenyek lehetünk a mukce kapcsán, és csak nagyon szélsőséges esetekben van mukce. Igen, ám csak, hogy van egy, megint csak egy ellen történet, egy epizód, egy precedens, amiben Rabbi Yochanan Rabbi Simonnal ellentétesen, látszólag legalábbis ellentétesen hozott döntést. Egyszer megkérdezték Rabbi Yochanantól, mi a helyzet a tyúkollal szombaton? Lehet-e a tyúkolat mozgatni szombaton? A tyúkol az mukcének számít-e, vagy sem? És mit mondott erre Rabbi Yochanan? Klum asszú, hogy előre tárnyagajlin, a tyúkol az a tyúkoknak való. És ezért nem pedig szombati használatra való, és ezért mukce. Most Rabbi Simon biztos, hogy nem ezen az állásponton lenne. Ugye, ahogy mondtuk, Rabbi Simon sokkal engedékenyebb, és ha csak nem konkrétan valamit kizártunk a szombati használatból, akkor azt nem tekinti mukcének. Akkor szerintem a tyúkol nem lenne mukce. Viszont Rabbi Yochanan itt mégiscsak azt mondja, hogy a tyúkol az mukce. Akkor hogy lehet az, hogy azt mondta korábban, hogy a halacház Rabbi Simon? A halacház Rabbi Simon engedékeny véleményét követi. Azt mondja, a Talmud, ha már ez kinnan, de ízbeje frajach mész. Azt mondja, a Talmud, egy milyen esetről volt itt szó, amikor a tyúkolban volt egy halott csibe. A halott csibe az mindenki szerint, még Rabbi Simon szerint is mukce, és a halott csibe bázisa lett a tyúkol, és tanultuk korábban, hogyha a mukcének valami bázisává válik, akkor az a bázis, hogy ugyanolyan előírások alá, ugyanolyan kategóriának számít, mint maga a mukce, és ezért mondta azt Rabbi Yochanan, hogy a tyúkol az mukce szombaton. Csak erre a konkrét esetre mondta. Azt mondta, hogy ha nihal le már bár a mély már mi sején, de rave, de amen mojdejre, simen vál egy hájim sem mész, és a szurin, elem már bár a derev, jöjszöm is mély, de rave, de amen halukajra, simen a filo bál egy hájim sem mész, se áf heimutarin, májik ele mémá. Azt mondta, hogy ez oké, akkor, hogyha elfogadjuk azt a kitételt, hogy a halott háziállat, az ez esetben halott csibe, az Rabbi Simon szerint is mukce. De volt egy olyan vélemény, aki azt mondta, hogy nem, a halott háziállat az nem mukce, még Rabbi Simon szerint még az sem mukce. Akkor mi, hogyan lehet magyarázni ezt az esetet? Azt mondja, Talmud, ahamáj, ez kilende iszbej bejca. Azt mondja, Talmud, jó, akkor mondjuk azt, hogy a tyúkolban nem halott csibe volt, hanem egy szombaton tojt tojás. És a szombaton tojt tojás, az Rabbi Simon szerint is mukce, és mivel a tojásnak bázisa lett a tyúkol, akkor a tyúkol is mukce szombaton. Azt mondja a tanulva, hamarabb náhva mande iszlej mukce iszlej nöjled, mande iszlej mukce iszlej nöjled. Azt mondja a tanulva, jó, de Rabbi Nachman azt tanította, hogy Rabbi Simon szerint még a szombaton toj tojás sem mukce. Azt mondja a tanulva, de isza bejca se frajach. De abban az esetben, amikor a tojásban már ott van a csibe, és már kezd kijönni a csibe, csak még nem jött ki, de már lehet hallani a csibét benne, akkor Rabbi Simon szerint is az már mukce. És erről volt szó. Egy olyan tyúkorról, amiben volt egy tojás, amiben volt egy csibe, amelyik már kezdett kijönni. És ezért volt az a tojás, az mukce, és a tojásnak bázisa lett a tyúkor, és ezért mukce a tyúkol. Oké, mindez különben azzal az egész, ez a tyúkolos eset, ez akkor jelentett problémát, hogy azért kellett ilyen szélsőséges
módon magyaráznunk ezt az esetet, ezt a precedenst, hogyha azt a mondását Rabbi Yochanannak, hogy a tanházban azt tanították, hogy a halacha Rabbi Simont követi, ezt úgy értelmezzük, hogy Rabbi Yochanan is egyetértett ezzel, amit a tanházban mondtak, és akkor viszont nem stimmel, hogy a tyúkolt miért tekintette mukcének. De lehet egy másik variáció, lehet, hogy ő nem azt mondta, hogy az a halacha, hogy lehet, hogy ő nem úgy értette, hogy a tanházban azt mondták, hogy a halacha Rabbi Simont követi, és én egyetértek ezzel, hanem csak megállapította, egy tény megállapítatás, egy feljegyzés. Ezt mondták, nem azt mondta, hogy én ezzel egyetértek. Ki azt mondta, Yitzchak ben Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yochanan, halacha k'Rabbi Yehuda, és tényleg látjuk is, hogy Rabbi Yitzchak Rabbi Yosef nevében azt mondta, hogy egyszer Rabbi Yochanan azt tanította, hogy a halacha Rabbi Yehudát követi, és nem Rabbi Simon. Tehát a szigorú véleményt követi a mukce kapcsán. De Rabbi Yeshua ben Lévi Amar halacha k'Rabbi Simon, és Rabbi Yeshua ben Lévi volt az, aki azt mondta, hogy a halacha Rabbi Simon követi a megengedő véleményt. Amar Rabbi Yosef, hajnda Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yochanan, amru halacha k'Rabbi Simon, Amruban Neisz Lajsz Virelej, és azt is mondta Rabbi Yosef, hogy Rabbi Yochanan a következőképp fogalmazott abban az előző mondásban, amit említettünk. Azt tanították a tanházban, hogy a halacha Rabbi Simont követi, de én nem értek ezzel egyet. És akkor így tisztáztuk, tehát akkor Rabbi Yochanan csak feljegyezte ezt, és nem kell ilyen szélsőséges magyarázkodásba bocsátkoznunk, hogy a tyúkolban ott volt a tojás, és a tojásban volt a csibe, hanem egyszerűen ő a szigorú véleményt követte, és ezért mondta, hogy a tyúkol az mukce. Amelia bájle levia iszeif, ve át löj tízberi, de rabbi jöjjhanan ke rabbi huda, ha rabbi ába, rabbi ászi ikrú levej rabbi ába de min chajfa, ve nafa menárta a glimé. És ugye a probléma az még egy apróság lesz, hogy ugye korábban a Yosef úgy értelmezte, hogy amikor Rabbi Yochanan azt mondta, hogy a tanházban azt mondták, hogy a halacha Rabbi Simont követi, akkor ezt úgy kell érteni, hogy ő egyet is ért vele. Tehát akkor szerinte Rabbi Yochanan, Rabbi Simon a megengedőbb, mukce kapcsán megengedőbb Rabbi Simon véleményét követ. Erre azt fogja kérdezni tőle Abbája Rabbi Yosef-től, hogy értelmezheted így, hogy Rabbi Yochanan úgy értette, hogy ő valóban egyetért azzal, hogy a halacha a megengedőbb Rabbi Simon véleményét követi. Amikor a következő eset történt, Rabbi Ába, Rabbi Asi egyszer hajfára mentek szombaton, Rabbi Ábának a házában. Ott töltötték a szombatot hajfán Rabbi Ába házában. Nafán men nártál glima, de Rabbi Asi, és ráesett a ruhájára egy lámpás Rabbi Asinak, már egy kialudt lámpás. Veloj tiltala, és Rabbi Asi nem vette le a ruhájáról a lámpást, my time-a, lámi sund Rabbi Asi talmidodra jövőjéhanan hála. Feltételezzük, hogy azért, mert azon a véleményem volt, hogy a kialudt lámpás az mukce, és mivel az rajta van a ruhán, nem lehet levenni a ruháról, mert mukcét nem szabad mozgatni. Most Rabbi Asi, akinek a ruhájáról van szó, ő Rabbi Yochanan tanítványa volt. Rabbi Yochanan kerem Yehuda Svirelé, és akkor viszont, ha nyilván a mesterének a véleményét követte, és hogyha azt mondta, hogy a lámpás az mukce, a kialudt lámpás az mukce, akkor egyértelmű, hogy Rabbi Yehuda véleményét követte, mert Rabbi Simon szerint a kialudt lámpás az már nem mukce. Amelé, men nárta de kámárt, men nárta sajn. Én azt mondtam, bája, nem. Azt mondtam, bájának Rabbi Yosef. Nem. Itt egy lámpásról van szó. Nem egy lámpásról, hanem egy valódi lámpáról. Ami egy nagy súlyú, nagy méretű lámpás. Nem olyan, mint amiről ott szó volt a misnában, hogy egy kis mécses, ami kialudt, és akkor ha már kialudt, akkor lehet mozgatni, vagy nem lehet mozgatni. Ez egy egész más törvény. Itt egy nagy lámpáról van szó. De Amar Rabbi Chama, Ahobar Hanina, Amar Rabbi Asi, Hojrere is lakis be cibe, mint nőre, ani telesz be jodaj, ahasz mutele tálta, és jaj jodaj, asszule tálta. És azt tanultuk, hogy Szidomban azt tanította Rés Lakis,
hogy egy olyan méretű lámpa, ami még egy kézzel lehet mozgatni, azt lehet mozgatni szombaton, hogyha már kialudta benne a láng, de egy olyan méretű lámpa, ami olyan nagy, hogy csak két kézzel lehetne mozgatni, azt nem lehet mozgatni szombaton. És ezért volt az, Rabbi Yochanan, amár anu én lanu elben nél, kerebi Simon, ával men nöjra, bémi adai áhász, bémbe stéj adó asszonetát, és ehhez még hozzátette Rabbi Yochanan, hogy mi a kis lámpások kapcsán egyetértünk Rabbi Simonnal, a nagy lámpák kapcsán annyira szigorúak vagyunk, hogyha csak egy kézzel lehet arrébb vinni, akkor sem lehet mozgatni. És ezért volt az, hogy Rabbi Assi, akinek a ruhájára ráesett a lámpa, az nem vette el a lámpa, nem szedte le a lámpát a ruhájáról, mert ez nem egy lámpás volt, egy mécses, hanem egy lámpa. És Rabbi Yochanan, az ő mestere, bár egyetért Rabbi Simonnal a mécses kapcsán, hogy az nem mukce, ha már kialudt benne a lány, de nem ért egyet, de egy kitétele van a lámpa kapcsán, amivel kapcsolatban nagyon szigorú. Mi az oka annak, hogy a lámpa más megítélés alá esik, vagy time on high, Rába ve Rav Yosef, Damrita Vájú, Hajlva, Adamkai, Veálom, Makrim. Rába és Rav Yosef mindketten azt tanították, hogy azért más a lámpa, mert a lámpának az egy fix helye van. És ezért a fix helyén határoztam meg a tudatomban a szombat bejövetelekor a lámpát. És ezért, hogyha a lámpa eldőlt, vagy a lámpát arrébb akarom vinni, azt nem lehet, mert ez mukce arra a helyre, ahol bejött a szombat. Akkor összességében, amit ma tanultunk oda-vissza, különböző precedensek és esetek egymással szembeállításával, az az, hogy Rabbi Simon valóban nagyon megengedő a mukce kapcsán, és csak azt tekinti mukcének, ahol nyomos okunk volt azt gondolni, hogy ezt valóban cselekvően is leválasztottuk, nem csak gondolatban és tudatilag, hanem cselekvően is leválasztottuk a szombati használatról. Most azon túl, hogy ez egy a szombat kapcsán, ugye nyilván ezt már észrevettük, hogy a Talmud az nem a törvénnyel foglalkozik csak, nem csak azzal foglalkozik, hogy mi a szabály, hanem a különböző elméletekkel és különböző véleményekkel, amik a törvényt megelőzik. Most azon túl, hogy a törvényhozás szempontjából és a törvénykövetés szempontjából ez egy fontos kérdés, de itt van egy mély filozófiai kérdés is, amit el lehet vonatkoztatni a mukca kérdésétől, és ez az, hogy mennyire számít a gondolat, a gondolatiság, az mennyiben meghatározó, és mennyiben a cselekvés a meghatározó. És tulajdonképpen ez a filozófiai kérdés, amiről itt beszélünk. Rabbi Yehuda szerint, ha már én gondolatban valamit amire nem fókuszáltam, az már annak a dolognak, amire nem fókuszáltam, a státuszát meghatározza a szememben, és meghatározza a valóságban. Rabbi Simon szerint nem elég, hogy nem fókuszáltam, kifejezetten negatívan kell rá fókuszálnom, és még cselekednem is kell hozzá, ahhoz, hogy annak a dolognak a státuszát meghatározzam. És ez egy olyan filozófiai kérdés, amit sok más, egészen más területen, más témában is alkalmazni lehet. Van egy kis időnk, hogy ezt végig gondoljuk. Holnap reggel folytatjuk. Addig is mindenkinek egy szép, gyönyörű napot kívánok.